A Bees Maze egy 2-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok egy-egy méhet irányítva, annak repülési irányát jól megtervezve szelik át a rétet, hogy minél több nektárt gyűjtsenek. A doboz tartalmaz egy magyar játékszabályt, egy mellékletet, 4 lépsejtet, 15 viráglapkát, minden fajtából 3-3-at, 5 darab levéllapkát, 1 darab kezdőlapkát, 18 darab célkártyát, típusonként 6-6-ot, kis, illetve nagy netter jelölőket, játékos jelölőket, 1 pontozó tömböt, illetve 4 méhecskét. Minden játékos vegye magához egy lépsejtet, és egy választott színű játékos jelölőt, ezt a lépsejt tetején lévő sáv első mezőjére kell helyezni, emellett pedig vegye mindenki magához a választott színben egy-egy méhecskét. Alakítsuk ki a virágos rétet, a kezdőlapkát helyezzük a játéktér közepére, majd szükség lesz mind az 5 virágfajtából egy-egy lapkára, valamint egy levéllapkára, és ezeket a kezdőlapka köré kell helyezni tetszőleges sorrendben. Most szükség lesz az összes többi viráglapkára és még 2 levéllapkára. Ezeket keverjük meg, és helyezzük a jelenlegi rét köré, arra ügyelve, hogy ne kerüljen egymás mellé 2 ugyanolyan fajta virág. A későbbiekben lesz lehetőség alternatív elrendezések kipróbálására is, 2-fős játék esetén pedig kevesebb lapkára lesz szükség, minden virágfajtából csak 2-2 kerül játékba, nem pedig 3-3, és a levéllapkákból is 3 helyett csak 1 lesz, a játéktér pedig így fog kinézni. Most meg kell tölteni a viráglapkákat nektárral. A viráglapkák 3 körrel jelölt mezőjére egy-egy azonos színű kis nektár kerül, tehát például erre a virágra 3 narancsárga kis nektár kerül. Ezt meg kell tenni az összes viráglapkával, majd fel kell helyezni a nagy nektárokat is. Ezek azonban csak a rét szélére kerülnek fel, tehát a kezdőlapkával szomszédosan nem, és itt is figyelni kell arra, hogy a nektár színe megegyezzen a virág közepének a színével. Tehát valahogy így nézett ki egy előkészített virágos rét. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb evett mézes kenyeret, és a kezdőjátékostól jobbra ülő játékos helyezze le először a méhecske figuráját a kezdőlapkára egy nyilat mutató mezőre, úgy, hogy a méhecske a nyíl irányába nézzen, tehát például lehelyezheti így, majd az óramutató járásával ellentétes irányba haladva a többi játékos is helyezze fel a méhecskét egy-egy nyílra. Így tehát a kezdőjátékos fogja utolsónak feltenni a méhecskéjét. Válogassuk szét a célkártyákat a fedők színe szerint 3 különböző pakliba, és keverjük meg a 3 paklit külön-külön, és fordítsuk le azokat képpel lefelé. Mind a 3 pakliból fordítsunk fel egy-egy kártyát, képpel felfelé, a virágos rét mellé. Ezek lesznek a közös célok, majd minden játékos húzzon magának egy-egy kártyát a 3 különböző pakliból. A játékosok vegyék a kezükbe a kapott kártyákat, vizsgálják meg azokat, és a 3 kártyából egyet el kell dobni, így minden játékosnak 2-2 titkos célja marad, a megmaradt kártyák pedig a megtekintésük nélkül kikerülnek a játékból. Itt tehát lesz 3 cél, amit mindenki teljesíthet, és minden játékos további 2 célkártyával rendelkezik, aminek a tartalmáról csak ők tudnak, és az ezeken látható célokat is csak ők teljesíthetik. A kezdőjátékossal kezdve a játék menete az óramutató járásával megegyező irányba halad, és amikor egy játékos sorra kerül, akkor a körében 3 fázist kell végrehajtania. Először is meg kell tervezni a röppájáját, utána repül és nektárt gyűjt, végül pedig elraktározza a nektárt és mézet készít. Tehát amikor egy játékos sorra kerül, először is megtervezi a méhecskéjének a röppájáját, ehhez pedig meg kell vizsgálnunk a méhecskét, ugyanis itt alul a különböző irányokban különböző számok láthatók. A méhecske egyenesen nem tud repülni, ide-oda cikázik, ha egy kicsit fordul csak el, akkor vagy egyet, vagy 5-öt léphet, tetszőleges irányba. Ha jobban elfordul, akkor vagy 2-t, vagy 4-et léphet, mind a 2 irányban ugyanez látható. Ha pedig teljesen megfordul, akkor 3-at léphet. Itt tehát először is az irányt kell kijelölni, és egy méhecskének mindenféleképpen el kell fordulnia, nem maradhat ugyanabban az irányban, ahol a kör elején áll. Tegyük fel, hogy a játékos ezt az irányt választja, tehát csak enyhén fordul balra, és ebben a választott irányban az 1-es vagy 5-ös szám látható, a második lépésben pedig maga a repülés következik, illetve az esetleges nektárgyűjtés. A játékos eldöntheti, hogy a 2 érték közül melyiket használja,
tehát ebben az esetben vagy az egyet, vagy az ötöt, és ebben az irányban annyit lép. Ha egyet választana, akkor ide lépne, ha pedig ötöt, akkor 1, 2, 3, 4, 5. A választott irányban csak egyenesen tud repülni, a teljes lépésszámot meg kell tenni. A mozgás közben át lehet repülni más méhecskéken, de a célmező üres kell, hogy legyen ahhoz, hogy végrehajtható legyen ez a repülés. Emellett pedig a méhecske sohasem hagyhatja el a virágos rétet, tehát nem léphet le a játéktérről. Ha kiderül egy mozgásról, hogy nem lehet azt végrehajtani, akkor vissza kell lépni az indulási mezőre, és más irányt vagy más lépésszámot kell választani. Ha a méhecskénk egy olyan mezőn landol, aminek az egyik sarkában egy kis nektár található, azt azonnal begyűjtheti, amit maga elé kell, hogy helyezzen. Ebben az esetben az érkezési mezővel ez a nektár szomszédos, így ez begyűjthető. És ez a harmadik fázis, a nektár raktározása és a mézkészítés. A begyűjtött nektárt a lépcsőbe kell helyezni, a nektárt mindenféleképpen egy üres kamrába kell behelyezni, és csak olyan kamrába helyezhető ez a nektár, aminek a száma megegyezik azzal a számmal, amennyit a méhecske lépett a nektár begyűjtésének érdekében. Tehát az a méhecske 5-öt repült, így az 5-ös jelölésű raktárokba helyezhető ez a nektár. Tegyük fel, hogy ez a játékos ide helyezi ezt. Ezt követően a kör véget ér, és az aktív játékostól balra ülő játékoson a sor. Amikor újra sorra kerül ez a játékos, tegyük fel, hogy ezt az irányt fogja választani. A méhecske szempontjából ez a 2-4 jelölésű irány lesz, tehát abba az irányba fordítja a méhecskéjét, és vagy 2-t vagy 4-et lép, most úgy dönt, hogy 2-t lép, 1-2, és amikor egy méhecske nagy nektárra érkezik, akkor azt leveheti, és ezzel az érkezési mezővel szomszédos egy kis nektár, akkor azok közül egyet begyűjthet, tegyük fel, hogy mondjuk ezt választja. Ezzel gyakorlatilag az első és a második fázis véget is ér. A harmadik fázisban pedig ez a két nektár a lépsejtbe kerül, mivel két lépés végrehajtása után sikerült begyűjteni ezeket a nektárokat, valamelyik kettes jelölésű mezőre helyezhetők fel. Az, hogy kicsi vagy nagy nektárról van szó, a kamra szempontjából mindegy, a lépsejtben ezek ugyanúgy működnek. A játékosok körei tehát így zajlanak, és ha egy méhecske a köre végén olyan mezőre érkezik, ahonnan nem tud nektárt gyűjteni, akkor abban a körben nem gyűjt nektárt. Ilyenkor tulajdonképpen a második fázis után a körének vége. Ha pedig egy méhecske a mozgása során egy levélen látható vízcsepre érkezne, akkor azonnal felfrissül és tovább tud repülni egy új irányjal és egy új lépésmennyiséggel. Ha egy nektárt nem tudunk a lépsejtünkbe helyezni, mert mondjuk elfogytak a szabad egyes számú kamrák, és mi egy lépéssel jutottunk hozzá egy nektárhoz, akkor azt a nektárt vissza kell helyezni a virágos rétre, az nem gyűjthető be. Fontos szabály, hogy minden begyűjtött nektár után léptetni kell a játékos jelölőt ezen a sávon, tehát itt már 3-mal kellett volna léptetni a 3 nektár miatt. Ennek pedig a játék végének a meghatározásában van fontos szerepe, ugyanis amikor egy játékos a játékos jelölőjét ezen a sávon az utolsó mezőre lépteti, tehát begyűjtötte a 12. nektárját, akkor a körét még befejezi, ezt követően pedig az aktuális forduló végig megy, tehát a kezdőjátékos jobbján ülő játékos lesz az utolsó játékos, azonban a kezdőjátékos már nem kerül újra sorra. A játék végi pontozás következik, minden játékos fordítsa meg a titkos célkártyáit, és a játékosok vizsgálják meg, hogy az 5 célkártya alapján mennyi pontot gyűjtöttek. Egy célkártya esetében egy nektár csak egyszer pontozható le, de egy-egy nektár a különböző célkártyákon többször is érhet pontot. A pontozó tömb segítségével könnyen összesíthetjük a pontszámokat, és a játékot a legtöbb mézzel rendelkező játékos nyeri meg, döntetlen esetén pedig a több nagy nektárt elraktározott játékos a nyertes. Ha még így is döntetlen az állás, akkor a játékosok osztoznak a győzelmen. A szabálykönyvben a haladó szabályok leírása is megtalálható. Itt a célkártyák kiválasztása működik egy kicsit másképpen, továbbá az, hogy a saját lépsejtünkben nem ennyire szabad a nektár elhelyezés, hanem az első lehelyezett nektár után az összes többit egy már korábban lehelyezett nektárra szomszédosan kell begyűjteni. Végpörgettem a különböző célkártyákat, aki el szeretné olvasni ezeket, állítsa meg a videót közben.
A mellékletben pedig minden kártya leírása megtalálható. A Bíz-Méz egy egyszerű szabályrendszerű családi játék. A méhecskék mozgása egészen egyedi, a célkártyák alapján történő lépseit feltöltés pedig előrelátó tervezést igényel. Bizonyos célokat könnyebb teljesíteni, másokat pedig nehezebb, de az értük kapható jutalom is jelentősebb. Aki szívesen gyűjtene nektárt méhecskeként egy szép virágos réten, tegyen bátran próbát a Bíz-Mézzel.